közös szalagátvágás harcbelterületén, a településen a Magyar Falu programnak köszönhetően három utcában újították fel az útburkolatot. Az önkormányzat 28 millió forintot nyert a munkákra. Az átadón Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, a Magyar Falu programnak köszönhetően egyre több kis település válik a korábbinál sokkal vonzóbbá. Sikerült egy-egy utcát, egy-egy útszakaszt felújítani, így Harcon, Kölesden és Grábócon. Harcon a Kossuth utcában, illetve három utcában egy-egy szakasz, de a Kossuth utca volt a leghosszabb, ott 28 millió forintot nyertek a Magyar Falu programban. Ezen a napon nem csak Harcon, hanem a Bonyhádi választókerület két másik településén is adtak át felújított belterületi útszakaszokat. Kölesden egy több mint 400 méteres forgalmas szakasz újult meg 15 millió forintból. Ezt a fejlesztést egy belügyminisztériumi pályázat tette lehetővé. Ezek a felvételek pedig már Grábócon készültek. A településen a polgármesteri hivatal előtti utat burkolták újra a szakemberek. Erre a munkára a Magyar Falu program adott lehetőséget. A település 12 millió forintot nyert a kormány pályázatán. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője az átadás után azt mondta, Grábóca a körzet egyik legszegényebb települése, ezért is tartja különösen nagy jelentőségének az itteni útfejlesztést. Azt gondolom, hogy tényleg jó lenne, hogyha a gazdasági vérkeringésbe és akár a hazai turizmusba jobban be tudnánk ezt a települést kapcsolni. Potápi Árpád János arról is beszélt, hogy a Bonyhádi választókerületben az elmúlt időszakban az útfejlesztések mellett számos közintézményt újítottak fel. Az elmúlt időszakban tényleg azt lehet elmondani, hogy több intézményt tudtunk felújítani, legyen szó akár a községházákról, orvosi rendelőkről, óvodákról, iskola fejlesztésekről, és különböző útberuházások, járdaépítések is zajlottak a körzetben. Ezek a felvételek néhány nappal később Závodon készültek. Itt egyszerre több felújított útszakaszt is átadott Potápi Árpád János. Nem egy-egy utat jelentett, hanem Závod esetében három utcának a felújítását jelentette, jelentős forrásokat, mind a Magyar Falu programból, mind pedig a belügyminisztériumi keretből. Tevelen ugyanezen a napon szintén átadott egy felújított útszakaszt a térség országgyűlési képviselője. Idén a Magyar Falu programnak köszönhetően összesen egyébként 170 milliárd forintnyi fejlesztésre pályázhatnak a kistelepülések.